különösen tetszik ez a festmény, ami egy Szelet vidék címet kapta. Tényleg teljesen olyan érzésünk van, mintha leutaznánk vidékre, és elsétálnánk egy napraforgó mező mellett. Itt is nagyon érdekes, hogy a festőművész már nem ezeket a klasszikus kompozíciókat választotta, hanem rázumolt egy napraforgóra. Tehát rázumolt egy napraforgóra, és annak a részletgazdag nagy ecsetvonásokkal megfestette és megalkotta ezt a festményt. Itt inkább az olajfesték a domináns, de itt is megcsillan egy-egy kis helyen az akril, és különösen tetszik, ahogy a fém kereten tovább folyik a festménynek a színárnyalatai, és így nem egyszínű a festmény kerete, hanem ugyanúgy tovább él a festmény a kereten át. Hadd tegyek még annyit hozzá, hogy ez a kép fából van kifaragva. Az összes képeimet gyakorlatilag fából is, akár vasból is ki tudnám faragni az alapját. De az amiatt lett ez fából faragva, mert ez egy első kísérletezés arra nézve, hogy milyen, hogyha fára festeném meg az egészet. És a súlyára való tekintettel, hogy ez körülbelül ilyen 12 kiló, ez a kép, átgondoltam, és a többi képeimet egy könnyebb hab műanyagból faragom ki, és arra vonom rá a vásznat, és azt festem meg.